Köszönöm mindenkinek, én Gergő vagyok, és ez pedig itt a HNG csatorna, és ez a videó most nagyon rövid lesz, csak szeretném, hogy belelássatok a játékba, mert nagyon sok kérdés jön, nagyon sok komment jön, és azért nincs még bemutató videó a test drive-ról, mert még egyszerűen én sem tudom elmondani, hogy miről van szó. Annyi van, hogy vannak a gazdagok, vannak a utcai versenyzők, és ők versenyeznek egymás ellen, és választhatsz egy ligát, hogy melyikbe akarsz tartozni. Hosszú távon nem tudom, egész héten ezt fogom nyomni. Most tök jó volt, mert a TikTokon már 150 néző volt, a Twitchen 50-60 közötti nézőszám volt, és brutális. De mégis rengeteg kérdés jön abba az irányba, hogy Forza, Crew, Test Drive, Need for Speed, melyik a jobb, miért, stb. Stb. Rengeteg komment jön, aki szerint ez a játék mérhetetlenül csúnya, valaki szerint meg nagyon szép. Nem tudom értelmezni, hogy miért mondják azt, hogy csúnya, rendben, elfogadom, szerintem gyönyörű a játék. De beszélgessünk egy kicsit erről. Még az autókat se tudom nektek bemutatni, az lett volna ennek a videónak a témája, mert még az autósoppokból sincs mindegyik feloldva, mert így lefelé még nem jártam. Szóval, hogy így még rengeteg hely van, ahol még nem voltam. Szóval az van, hogy ez a játék, hogy is mondjam, tehát erre szeretnék valahogy nektek egy választ adni, hogy ez most akkor olyan, mint a Forza? Ez most akkor olyan, mint a Crew? Ez most olyan, mint a Need for Speed? Nem, ez olyan, mint a régi Test Drive. Szóval, hogy, mert volt ilyen komment is, hogy hát ez egy Forza copy. Értem, akkor a Forza meg Test Drive copy, mert 2006-os volt az első Test Drive, szóval hagyjuk, ez baromság. Nem, hogy örülnének az emberek annak, hogy van ilyen is, olyan is, meg amolyan is. Tehát, hogy mindegyik van, minél több van, annál tovább el vagyunk ezekkel a játékokkal. Szóval, rengeteg hibája van a Test Drive-nak, a szerverekkel, én is azt mondom, hogy most már gáz, és most már meg kéne oldani, de ennek ellenére mégis azt mondom, hogy ebben a játékban van lehetőség. És amitől én félek, és amit nem tudok, hogy hosszú távon engem ez mennyire fog lekötni, ezért nem akarok még bemutató videót csinálni, mert még azt érzem, hogy baromira beszippantott. De félek attól, hogy a tuning hiánya miatt nagyon hamar azt fogom mondani, hogy hát ez így kevés. Szóval nem tudom. Igen, ez egy probléma. Szóval az van, hogy a Test Drive az se nem Need for Speed, se nem Forza, se nem Crew, se nem semmi más, és az tényleg egy Test Drive. Először is, hogy miért mondom ezt. Ha megnézitek például itt, be lehet menni, és lehet mászkálni mindenféle úton. De itt például hiába van a kipörgés gátló bekapcsolva, ennek ellenére is teljesen máshogy viselkedik füvön, mint kint az úton. Ugye ez a jelenség a Crew-ban is megfigyelhető, hogy azért földúton messze nem tudsz úgy menni, főleg homokos tengerparton, egyszerűen képtelenség úgy vezetni, mint mondjuk betonon. Ezt a Forza és a Need for Speed párosa tudja nagyon jól ellensúlyozni, ahol a kutyát nem érdekli, főleg a Forzába, hogy homokos tengerparton mész, mind mész, a Forza abszolút leszarja a terepfizikát, az zéro, nem foglalkozik vele, megy mindenhol úgy, ahogy tud, nem érdekli semmi. A Forzánál a Test Drive sokkal realisztikusabb. Ez nem azt jelenti, hogy jobb, csak próbálom nektek meg elmagyarázni, hogy hova tegyétek ezt a játékot. Szóval sokkal realisztikusabbak akar lenni. De mondom, lehet, hogyha mondjuk te ezt megveszed, akkor neked ez nem fog tetszeni, és azt mondod, hogy hát ez szar. Ez is benne van a pakliba. Itt nem fogod levágni a pályát úgy, mint mondjuk a Crew-ba, Need for Speed-be, vagy bármelyik másik játékba, mert egyszerűen alkalmatlan rá a játék. Menjünk mondjuk el ide, én arra gondoltam, hogy lekocsikáznék egy bizonyos helyre, ide, és megnézzük, itt talán egy ilyen tengerpartosabb rész van szerintem, de mindegy, kocsikázunk el, és akkor majd kiderül. Szóval, szerintem a fények nagyon jók, a grafikában biztos, hogy van, ahol bele lehet kötni, de ezt is elmondtam már nektek, hogy 40 giga kontra 160 giga nem fog ugyanúgy kinézni a két játék. Ha látod valahol Full HD-ba, a YouTube is ront a minőségen, nem fog úgy kinézni. Szóval egyszerűen a grafikát nem értem, az emberek miért hasonlítgatják össze. Szerintem ez is szép, a Crew is szép, a Forza is szép. A Forzának az autó részletessége az verhetetlen szerintem a mai napig. Ezzel szemben a térképe a legrosszabb az összes közül, tehát annak a legunalmasabb, legegysíkúbb a térképe, míg a többinek sokkal izgalmasabb. A vezetés megint egy olyan dolog,
hogy kétféle vezetés van. Az egyik, amiket lehet vezetni, a másik, amelyiket borzasztóan nem. Ezzel én úgy gondolom, hogy a Need for Speed az egyetlen, amelyiket egy picit meg kell szokni, mert olyan fura benne a vezetés, de fél óra játék után hibátlanul lehet benne is menni. Ezzel szemben a Test Drive-ba, a Forza-ba és a Crew-ba billentyűzettel, kormánnyal, bármivel tökéletesen lehet szerintem 5 perc gyakorlás után menni, hogyha az ember sűrűbben játszik ezekkel a játékokkal. De az, hogy például méregetjük Assetto Corsához, iRacinghez, Beam Drivehoz és egyéb játékokhoz, amik témájukat illetően is teljesen függetlenek ettől a játéktól, semmi közük ehhez a stílushoz. Tehát ugye azt kell megérteni, hogy egy szimulátor játéknak az a lényege, hogy a lehető legjobban tükrözze a valóságot. Tehát a gumi fizika például úgy akar viselkedni, mint ahogy az utcai autón is viselkedne. Ezzel szemben ezeknél a játékoknál ez nem szempont. A szempont az, hogy ahogy értsétek, például mondjuk vesznek egy Pirelli gumiabroncsot, és kimennek egy autóra, fölteszik, és megpróbálják letesztelni minden körülmény között, majd megpróbálják ezt átültetni a valóságba, illetve bocsánat, a játékba, hogy a játékba is ugyanúgy viselkedjen annál a gumiabroncsnál, azoknál a körülményeknél az autó. Ez a szimulátor. A SimCade ehhez nagyon hasonló, csak van benne árkád vonal. Na ezeknél a játékoknál, hogy Forza, Crew, Need for Speed, mi volt még a Test Drive, nem fognak kimenni tesztelgetni gumikat, nem fognak kimenni fizikát tesztelgetni, minimálisan próbálják, hogy az autónak a végsebessége valósághű legyen, oké, de ezek még ettől nem szimulátorok. Ezek a játékok árkád, szórakozást nyújtó játékok, a Forzába például a legjobb példa irreális az autónak a viselkedése tuning után, tehát olyan gyorsulások lesznek, meg olyan sebességek lesznek, amíg az nemhogy most, az soha nem fogja egy autó megcsinálni, amit a Forzában meg lehet. Ebben a játék, a Crew-ban például Nitróval lehet hasonlóan, de szerintem a Forzában még Nitró nélkül is durvábban megy a kocsi, mint mondjuk egy Crew-ban. Most ezzel szemben a Test Drive-ban nincs Nitro, és amit én láttam eddig, de még mondom, Bugattit nem tuningoltam, sokkal inkább a realisztika irányába megy a játék, teljesen egy más vonalat képvisel, itt komolyabb vezetés kell, komolyabban kell, normál, tehát hogy itt muszáj odafigyelni, mert olyan nehéz néha a botokat elverni, hogy megbolondulsz. De például mondom, hogyha le akarod vágni a pályát, nem tudod, tehát itt a terepen való vezetés az abszolút csak ront a helyzeten. Ha mutatok egy példát nektek, amit például a Forza előszeretettel, meg még a Crew is azt mondom leszar, a oszlopok olyat lassítanak az autón, tehát egy olyan lassítás kezdődik, hogyha elkezded elütögetni ezeket a cuccokat, hogy majdnem álló helyzetbe fogja a kocsit. Ezeket például a Crew-ban, a Forzában nem kell figyelembe venni. Abszolút le lehet szarni, átmehetsz mindenen. Itt csak akkor segítség, hogyha a kanyarba mész. Ha nem a kanyarba vagy, akkor ez hátrány. Szóval, hogy igen, optikai tuning nincs a játékban, én ettől félek a legjobban, hogy ez egy óriási probléma lesz, de ettől függetlenül, ha valakinek ez így nem probléma, akkor neki egy baromi jó választás lehet, azt gondolom. Jelenleg úgy érzem, ez a játék kellően eléggé jó, de hogy tényleg hosszú távon nem tudom. Tehát valahova azt mondom, hogy realisztikába ez próbál a legjobban a valóság irányába menni, utána talán szerintem a Crew az sokkal inkább figyelembe veszi a terepadottságokat, sokkal inkább odafigyel arra, hogy mondjuk ha lemegyek két kerékkel az útról, akkor megfogja a kocsit. Ezt a Forza nem csinálja, szóval én valahol azt úgy tenném ezeket be, hogy szerintem valahol ez a legéletűbb, utána szerintem a Crew a legéletűbb, és utána valahol a Forza és a Need for Speed. És ez nem azt jelenti, hogy mondjuk a Forzába az autó nem élethű. Lehet, hogy a Forzába az autó élethűbb, mint egy Crew-ba. Ezt még megismerem kockáztatni, hogy simán így van. De attól még a terepfizika borzalmas. És ez itt a baj, hogy ezeket a Forza addig jó, ameddig nem mész le az útról. Na, onnantól baj van. Tehát, hogy de és akkor viszont, ha így nézzük, akkor lehet, hogy a Crew előtt van még egy picit. Szóval azért mondom, hogy ez nagyon-nagyon sokrétű. Ki kell próbálni ezeket a játékokat, játszani kell velük, ha nem vagy benne biztos, hogy megvedd, akkor várj egy akciót, vagy vedd meg gépen Instant Gamingen, Xboxon vagy konzolon pedig várjál vele, ha nem vagy benne biztos, mert
Na erről beszélek, hogy a homokba nem tud elindulni úgy. Tehát itt például a Forzában ez nem érdekli. Tulajdonképpen egyáltalán nem érdekli az autót. A Bugatti majdnem, hogy nyélen el tud indulni a homokba, úgyhogy belesüllyed a homokba. A Crew-ba még ennél sokkal jobban megfogja a tengerparti homok. Szóval azért mondom, hogy ennek... Az, hogy egy autó hogy viselkedik, az még egy dolog. Az, hogy utána hogyan a terephez hogy viszonyul, az a nem mindegy. Tehát a test drive az sokkal inkább olyan, mint egy régi Need for Speed, ahol úgymond zárt betonon tudták közlekedni elsősorban. Itt van terep is, de nem igazán alkalmas arra, hogy ott menjél. Talán terepjáróval majd igen, de az meg majd még kiderül. Szóval ez a játék egy inkább a vezetés, a városi vezetés, a városi vezetésben való versenyzésről szól, se nem Forza, se nem Crew, se nem Need for Speed. A Forza az autógyűjtőknek van, a Crew a PvP online versenyzés szerelmeseinek van, amikor egymás ellen akartok harcolni, és mellette van tuning is, és van 750 autó, vagy jármű, inkább úgy mondom, ott is, plusz a Crew ugye a motorsport, ahol van motorcsónak, monster truck, repülő, többféle hajó, inkább a motorsport szerelmeseinek van, a Need for Speed meg a mérhetetlen mennyiségű tuninggal az autotuning szerelmeseinek van. Hogy kiknek van a test drive, fingom nincs. Tehát, hogy ezt erre akarok én is rájönni, ez az, amit még nem tudok, mert ebben nincsen tuning, cserébe az előbb felsorolt három játékkal ellentétben van benne normális fizika, ami úgy értem, hogy nem csak az autónak van normális, és most figyeljetek, most megpróbálom megfogalmazni, lehet, hogy a Forzának az autó fizikája jobb, mint a test drive-é. De a test drive-nak a fizikája az úthoz és a pályához való viszonyával együtt egy magasabb szintet képvisel, mint az másik három játék együttvéve is. Tehát itt az a lényeg, hogy itt, ha nem fékezel, csattansz, nem mész végig a falon. Ha nem fékezel, benézel egy kanyart, lemaradsz. Nincs nitró, nincs brutális gyorsulás, nem tudsz jobban menni, mint a botok vagy mások. Itt igenis olyan, mintha egy ilyen szimulátor jellegű játékot beültetnének városiba. És sokan akarják, hogy szimulátor legyen városba. Ha szimulátor lenne városba, akkor az első oszlopra úgy csavarodná fel, hogy ketté törni a kocsidat, mindenem megpusztulná, nem lehetne játszani, a patka kivinni a kerekedet, szóval szimulátor játékot élvezhető módon nagy player számmal egy ilyen játékba nem lehet megvalósítani. Tudom, most sokan szeretnék, de nem működik. Vegyük csak alapul azt, hogy elindultok mondjuk ebbe az irányba elindulok, és szeretném mondjuk nagy tempóval, itt bevisz engem, de vannak olyan kis utcák egyébként, na ez a baj, hogy bevisz mondjuk el, nem, ja, itt nincs út, hát az, vannak ilyen kis utcák, amit szerintem még lehet a térkép se jelez, mondjuk ott van egy talán arra. Szóval, hogy elindulsz mondjuk erre, és azt szeretnéd, hogy ez egy szimulátor legyen, fordulsz ki, oszlop, és már majdnem azt mondom neked, hogy TK, hűtővíz, elfolyt minden. Ha te így akarsz játszani, akkor itt tulajdonképpen, ha nem férsz be ott a oszlop és a fal között, akkor majd úgy fogsz kifordulni, hogy így mész, és így megkerülöd kívülről, meg majd itt szépen befordulsz, jaj, véletlenül oszlop megint, nehogy neki menjek. Ez nem működik egy ilyen játékban. Városban nem lehet úgy vezetni, mint egy versenypályán, egy élvezhetetlen szar lenne, hogyha az autó mindenben meg akarna akadni. Szóval kell egy balansz. Playereket akarunk, playereket akarnak, közösséget akarnak, el kell engedni azt, hogy szimulátor legyen városban, mert egyszerűen a BeamNG-be menjetek egy városi pályán nagy tempóval, próbáljatok meg két kört megtenni, úgy, hogy mondjuk nem játszotok vele sűrűn. Nem tudtok. Tehát, hogy azonnal TK lesz az autó nagyon hamar. Iszonyatosan hamar TK lesz, és ezzel az a baj, hogy a legtöbb játékos legtöbb játékosnak nem az a célja, hogy leüljön, és meg bolonduljon, és agyfaszt kapjon a játéktól, hanem játszani akar. És ha azt akarjuk, hogy legyen fejlesztés, eladás, pénz, akkor ez így működik, vagy úgy működik, hogy kiadnak egy szimulátort, de akkor viszont 100 000 forintba kerül, hogy megtérüljön. Szóval igen, ez az, amit az emberek nem értenek szerintem meg, ezzel nem lehet sajnos mit kezdeni. Azt a pár embert így járt, ez van, tehát nem lehet erre mit mondani. Szóval azt gondolom, hogy jelenleg ez próbál a legrealisztikusabb lenni. Azt, hogy mi lesz vele hosszú távon, tényleg nem tudom,
jelentkezem nem sokára videóval, és amint van infom, hogy milyen autók vannak benne, hogy van, mindenről informálva lesztek, és szépen lassan haladunk sorba. Remélem, kicsit okosabbak lettetek. Ha van kérdés, videó alá, és a következő videóban, hogyha tudok, válaszolok rá, jó? Előző videó alá se jöttek kérdések, pedig meglepődtem, mert azt gondoltam, hogy a szét lesz kommentelve, de meglepődök, hogy a test drive-os videóm alatt van az eddigi talán a legkevesebb komment megtekintés arányba. Na mindegy. Bocsi, mindenkinek jók legyetek. Sziasztok!